Itt az Insanity Caverns pályának a bemutatója, de nem csak képi anyagot kaptunk, hanem írásbeli leírást is, úgyhogy nézzétek végig. Először körbe tudunk nézni itt a pályán teljes mértékben, a bal szélen itt a kék színű csapatnak a bankja, a jobb szélen pedig a piros, és szerintem itt elől és hátul tudunk majd éledni. Felül vannak itt ezek a jumpedek, alul pedig az Epic Reliquia Station, és máshol jumpedek még nem látszik. Ahogy haladunk tovább, Cortex az, aki végig halad, és látszódnak ilyen nagy gőzök felfelé, egy légáramlat, amivel fel tudsz majd kerülni a magaslatokba, ott dobozokat is lehet találni, illetve akkor itt van ez a 4 jumped, ha ezt aktiválja a csapatod, akkor az egy 40%-os boost lesz minden humpára, amit elviszel a bankba, és akkor ez itt így keresztül egy ilyen híd lesz a pálya tetején. És látszik akkor, hogy vannak itt még jumpedek itt alul, látszik ez itt egy reliquia station mellett lesz, ahol lehet aktiválni az egyik kedvenc maszkunkat, Lani Lolit. Na de ami meglepő, hogy nem ez az epikus, nem ez a nagy aktiválás, pedig már volt korábban maszk, ami Uka szerepében, az az Epic Station volt. Tehát a jumpedek 1-2-3-at látok én itt, akkor azt gondolom a 30%-os lesz. És általában szimmetrikusan vannak ezek a pályák, úgyhogy a háttérben ott látszik, hogy ott is van 3 darab. Tehát akkor lesz itt 3 az egyik oldalt, 3 a másik oldalt, és 4 pedig ott felül, ahogy keresztül lehet haladni. És ott alul még középen, na ott van az epikus, az lesz nagyon király. Közben Lani Loli képességéről hadd beszéljek. Láthatatlan tudsz lenni az ellenfél játékosai számára. Ha emlékszel, volt olyan jelvény, ami XP-t ad, hogy Wumpát vigyél be a bankba, miközben ott vannak más ellenfelek. Ez a Sneaky nevezetű érme, vagy ilyen jelvény badge volt, ami XP-t ad, és ez az, amivel szerintem könnyen lehet majd megszerezni ezt a jelvényt. Lehetséges, hogy ilyen kihívás lesz majd feloldani valamit, mert ahogy játszottunk a bétával, ezt tapasztalhattuk, és itt is nagyon jól mutatja a kamera mozgással, hogy milyen lesz ez a pálya, így látszik teljes mértékben az egész. Ha nem vetted volna még észre, egyik dolog, ez a Crash 4 második pályája az Insanity Peak, másik dolog, a háttérben a Crash 1-es Temple Ruins, vagy Road, vagy melyik az a sötét pálya, amikor ugrálgatunk az ilyen platformokon, fákja van, jönnek a lángyák ki az ilyen oszlopokból, jön ki a kígyó, és az akar támadni, a pók érkezik le. Na az a pálya, már nem is tudom a címét itt hirtelen. Oké, itt kell használni dupla ugrás, hogy átférjünk, és úgy gyorsan viszonylag el tudunk jutni. Lani Loli egy ideig tart, illetve addig, amíg nem akarsz sebzést bevinni, és ott van bent középen az epikus. Hogyha emlékszel arra, hogy milyen volt az Insanity Peak, akkor ez a karakter nem meglepetés neked. Ez a Guardian, ez az őrző, aki követett minket és menekültünk a Crash 4-be előle. Hogyha ezt beaktiváljuk, akkor körbe nem tudom, hogy ez a játékban is ott lesz, ez itt körülöttünk, de az biztos, hogy a karakterünk megváltozik kinézetbe, mintha az az őrző segítene minket, az a karakterünket felruházza, tehát egy újabb maszk érkezik a karakteredre, teljesen megváltozik a színe az egész karakterednek, a lövés az úgy gondolom változatlan, viszont itt bemutatja, hogy lő egy zongorát, na most ez a bétához képest más, mert én úgy emlékszem, a zongora az piros volt itt, meg kék, hogy ez valami mást jelent, azt megnézzük a szövegből. Úgy van leírva az a Quantum Mask visszatérése, hogy a Crash Team Rumble-be a Quantum Maskok visszatérnek, hogy segítsék a csapatodat, ez arra enged következtetni, hogy nem csak Lani Loli fog majd visszatérni, hanem a többi Quantum Mask is idővel. Ha használod a hősöd képességét, vagy egy ellenfelet megtámadsz, akkor eltűnik az a láthatatlanság. Hogyha a Spirit Guardian Epic Station-t aktiválod, akkor az egész csapat átváltozik ilyen verzióvá. Az életed, a méreted és a hátralökés ellenállásod mindegyik meg lesz erősítve ebbe a formában. És ez az erősítés még a képességekre is igaz. Példának azt írja, hogy Kokónak a kvantumfala hatalmasra fog nőni, így még nagyobb teret tud majd lezárni azzal a kvantumfallal.
és Cortexnak ez a zongorája nagyobb lesz, amit dob. Sőt, lehet kombózni is, hogy egyszerre aktiválod Lani Lolit és a Spirit Guardiant is, így akkor egy láthatatlan és egy nagy erős karakter leszel, tehát ez király lesz. Kíváncsian várom, hogy milyen pályák lesznek még, és ott milyen hozzáadások. Kevesebb, mint egy hónap van hátra. Találkozunk legközelebb.